Sziasztok! Ezt itt a Teknős Tanya. Mai videóban elutazunk Tenerifére, és az ott lévő Loro Parkban lehetőséget kaptunk, az ott lévő Galapagoszi óriás teknősöket test közelből meglátogathassuk. Erről szeretnétek ma egy kis videót készíteni, illetve a szigetet is be fogom nektek kicsit mutatni. Jelenleg itt vagyunk a Zürichi reptéren, jelenleg hát nem sok ember van itt, ugyanis körülbelül este 11 óra lehet, alig van itt repülő, úgyhogy holnap találkozunk. Tartsatok velem! Tenerifének az első darabjai 7 millió évvel ezelőtt jöttek ki az óceánból. Itt fönt a tejdén, hogyha itt körbenézünk itt a kilátáson, nagyon úgy tűnik, mintha akár a Holdon lennénk, ugyanis olyan, mintha nem lenne itt élet, pedig képzeljétek el, itt a látszatcsal, ugyanis több mint 130 féle állat, illetve növényfaj él itt fönt, aminek a 20%-e endemikus, az azt jelenti, hogy máshol nem található meg a világon, mint például vannak itt különféle ibolyák és egyéb más állatok is. Apukám megpróbálja nektek belőni, körülbelül hol van a csúcs. Ott van nagyon fönt, ha látjátok. A reggeli szeles időjárás nem tette lehetővé, hogy kezdetleges audioeszközeinkkel megfelelő hangot rögzítsünk, így mint narrátor mondanék pár érdekességet a képen látható helyszínről. A világörökséghez tartozó Tejde Nemzeti Park látogató központjában tettünk egy sétát, 2200 méter magasságban. Az átlag hőmérséklet itt nyáron is csak 17 fok. A Tejde köveivel szegélyezett kis sétányon barangolva megismerkedhetünk néhány érdekes növénnyel és a reggeli napfényben töltődő kanári gyíkokkal. A számos növényfaj mellett több gyík és denevérfaj is él itt a parkban. Fölöttünk 200 méterrel egy csillagvizsgáló található. Onnan még vagy 1000 méterrel feljebb a csúcs, 3718 méter magasan, Spanyolország és az Atlanti-óceán legmagasabb pontja. A szunnyadó vulkán legutóbb bő 100 évvel ezelőtt tört ki. Szerencsére ragyogó időben látogattunk el a parkba, mert a tiszta időben órákig gyönyörködhettünk a kilátásban és az alattunk elvonuló felhőkben. Nézzétek meg, hogy itt ameddig a szemem ellát, mindenhol medvetalp kaktuszok vannak. Szívem szerint ameddig csak el tudnék rakni, beleraknám a táskámba és hazavinném, csak sajnos egy hátizsákkal jöttünk, így nem tudom hazavinni. Sziasztok, megérkeztünk a Loro Parkba, nem sokára találkozunk a sajtós munkatárssal, és jelenleg kora reggel van, nyitásra jöttünk, úgyhogy tartsatok velünk, mert nagyon izgulunk. Megérkeztünk a Galapagoszi óriás teknősök kifutójába, jelenleg az egyik itt dolgozó most akasztotta föl nekik ide a kaktuszokat, és a jó hosszú nyakukkal ezt megpróbálják megenni. A Galapagoszi óriás teknősöknek 15 alfaja ismert eddig, viszont ebből már sajnos kettő kihalt. Apukám Charles Darwin könyvében olvasott először ezekről a teknősökről, és ha jók az emlékei, akkor itt fertőzöttek meg ezeknek a teknősöknek az imádatával. Alfajonként eltérőek lehetnek a páncélok attól függően, hogy melyik szigetekről származnak. Ezeknek a teknősöknek is a hímek nagyobbak, mint a nőstények, és reggelente egy-két órát mindig napfürdőznek, hogy magukba szívják a napnak a melegét, és képzeljétek el, hogy ezeknek a teknősöknek van olyan
faja, vagy alfaja, akiknek hosszabb a nyakuk, ugyanis a magasabban lévő levelekkel táplálkoznak, és vannak olyanok, akiknek rövidebb, ugyanis inkább a földre lesznek. Nézzétek meg, hogy milyen jó be vannak itt rendezve a kifutó, tele van növényekkel, és a talajt nézzétek meg, hogy itt az itt lévő vulkanikus talajjal össze van keverve föld, vannak itt benne széna, csomó itató, és egy csomó nagy fa. Be careful with the fingers, okay? Vigyázz a kezedbe. Por debajo mejor. A nyakára kicsi magát. Ezeknek a tekerőzetnek a páncél lehet kupolás, vagy inkább ilyen nyereges, attól függően természetesen itt is, hogy mely szigetekről származnak. Nézzétek meg, ennek például pont nagyon hosszú nyaka van. Ő ott hátrébb, az a legnagyobb, ő egy hím, és ők ketten pedig itt nőstények. Itt is egyértelműen látszik, hogy a hím nagyobb, mint a nőstény. Idő egyébként nagyon jó. Pont nincsen ez a nagyon nagy forróság, viszont azért hideg sincsen szerencsére. Ezeknél a teknősöknél képzeljétek el, mértek már körülbelül 400 kiló fölötti egyedet is. És sajnos ide a szigetekre látogatók régen rendszeresen fogyasztották húsukat és a zsírjukat, és ezeket magukkal is szállították a hajóikkal élelemgyanánt, így és a patkányokat is betelepítették ide a szigetre, ugyanis a hajóikról így lejöttek, és akkor ez sem segítette előrébb a gyarapodásukat, ugyanis a patkányok azok megették ezeknek a teknősöknek a tojásukat, ugyanis kiásták és megették, és a hegyi kecskék is lelegelték előlük a füvet. Úgyhogy manapság leginkább csak ilyen rezervátumokban vannak, és nagyon sok rezervátum foglalkozik azzal, köztük a Lora Park is, hogy itt kikelő teknősöket visszatelepítsék a természeti élőhelyükre. Itt van ez a hím, itt vannak még, itt van az árnyékban. Hát jelenleg például a nőstények is most nem nagyon mozognak, jelenleg csak kint vannak a napon. Ilyenkor reggelente felszívják magukba a napnak az erejét, ilyenkor 1-2 órát napfürdőznek, majd hát ilyen naponta ilyen 8-10 órán keresztül lelelésznek egész nap. Képzeljétek el, itt Tenerife-n élt a tenerifei óriás teknős, amely hasonlóan nagy volt, mint a galapagoszi és az aldabrai óriás teknős. Ma már természetesen csak ez a kettő faj létezik, viszont ez a tenerifei óriás teknős, ez itt élt Tenerife-n, viszont sajnos egy vulkánkitörés következtében ez a teknős faj kihalt. Itt Adelje városában találtak egy megkövesedett tojásfészket ezekről a teknősökről. A folyadék nagy részét ezek a teknősök kaktuszokból és növényekből nyerik, így akár 6 hónap is képesek folyadék nélkül élni. Ezek a teknősök egyébként nagyon sokat tudnak enni egy nap, akár a testtömegüknek a 15%-át képesek megenni. Ők kaktuszokat, növényeket, bogyókat és ilyen egyéb fűfélékkel táplálkoznak. Egyébként most jelenleg itt eszegen az árnyékban, ilyenkor felfrissül kicsit, és utána meg beindul a napja, ugyanis még itt Tenerife-n viszonylag korán reggel van. Láthatjátok a gyümölcsöket, zöldségeket és szénát kapnak itt enni. Ez a Zorro parkban vezető állatkert 1972-ben nyílt meg, itt található Tenerife északi részén, Puerto de la Cruzban. Itt ennek az állatkertnek eredetileg az volt a célja, hogy az összes kihalásban lévő madárfajt visszatelepítse természetes élőhelyére. Jelenleg körülbelül 350 madárfaj él itt, és körülbelül 4000 madár, és jelenleg is folynak itt a tenyész programok, hogy ezeket visszatelepítsék a természetes élőhelyükre. A Lora Park nem egy egyszerű állatkert. Nagyon nagy figyelmet fordít a tanításra, a növényekre,
természetvédelemre és a környezetudatosságra. Az itt kikelő játszintkékarákat például visszatelepítik Brazíliába a természetes élőhelyükre. Ha már Lara Park, nézzétek meg, itt vannak az afrikai szürke papagájok, nekünk is van otthon egy ilyenünk, ő Albert. Ő pedig itt a másik papagájunknak, Szotyinak a fajtársa. Egy szenegáli papagáj. Nézzétek meg, nagyon-nagyon sok kaktusz van itt, nagyon jól be vannak itt rendezve. Hátul van egy ilyen fügő kaktusz, még pár éve Gergő barátunk hozott nekünk ilyet Kenyából, csak sajnos egy év után már elpusztult. Ez az a fajta, aminek nincsen tüskéje. Most érzett az órán, megyünk is a papagájsóra. Tartsatok velem! Na, bejöttünk ide, és nem sokára kezdődik a papagájsó. Hát egy 15-20 percre kezdett előtt jöttünk, és azt hittük, hogy még korábban is jövünk, pedig már láthatjátok, hogy mindjárt betedik itt a hely. Már nagyon várjuk ezt, és csinálunk majd nektek is felvételeket. Bejöttünk ide a madaraknak a kalitkájába, itt elég magas van, de van itt ilyen rács, és itt a madarak szabadon repkedhetnek. Föl fogunk menni erre a hídra, csak egyelőre nagy a sor. Itt vagyunk fönt a Függő hídnál, ez az állatkertnek az egyik legérdekesebb része, ugyanis itt a lombkoronák magasságából tudjuk nézni az állatokat. Ezek elég nagy a hangzavar, és itt a papagájok
össze-vissza csipognak, viszont nézzétek meg, van lent egy tó, ami tele van koi pontjal, és mindenféle egyéb nagyobb halakkal. Nézzétek meg, itt találhatóak mögöttem az arák, többféle színben is. Kezdetben az állatkert igazából ezekből az állatokból indult el. Ez az állatkert igazából többször is megkapta a világ legjobb állatkertjének járó díjat. Igazából nézzétek meg, nagyon szépen be van nekik rendezve a kifutójuk, és jó nagy. Ahogy említettem, ez nem csak egy állatkert, hanem ez egy olyan hely, ahol az állatokat megfigyelik és tenyésztik. Nézzétek meg, ez egy laboratórium, vagy tulajdonképpen egy műtő. Itt szokták műteni a beteg állatokat, legfőképpen a papagájokat. Az épület másik oldalán van a papagájkeltető, ott kell neki a kis papagájok, akiket majd vissza foglak terápíteni a természetes élőhelyükre. Itt vagyunk a keltetőknél, nézzétek meg, itt például itt vannak kis kakaduk, itt kis aramakaók, itt pedig kis amazonas madarak. Ezeket az állatokat, amikor felnőnek, és már viszonylag erősek lesznek, akkor egy részüket visszatelepítik természetes élőhelyükre. Ha délután van, lassan már zár az állatkert, úgyhogy nem sokára megyünk már haza. Most mire süt a nap, ezért a sarkantyús technősök is, nem úgy, mint reggel, kint legelésznek és aktívak. Itt vagyunk a pálmakertben, és ha már itt vagyunk, akkor erről a helyről szeretnék nektek egy-két érdekességet mondani. Ez a hely régen nagyon-nagyon nagy szeméttelep volt, ahol több ezer tonnányi szemét feküdt, és erre építették ezt a hatalmas pálmakertet, ami most körülbelül 11 hektáros terület. Itt meg tudjunk csodálni a világ minden helyéről pálmákat, illetve egyéb ilyen posgás növényeket. Vannak kisebb nagyobb ilyen dombok, tavak és árnyékos helyek. Úgyhogy most ezt a helyet fogom nektek kicsit bemutatni. Az itt lévő növények ilyen szekciókra vannak felosztva, az azt jelenti, hogy például ki vannak írva, hogy mondjuk ez itt az ausztráliai rész, van afrikai, Egyesült Államoki és Karib-szigeteki térségek is. Mindegyik növényhez ki van írva, hogy mi a neve. Itt van mögöttem az Atlanti-óceán, nézzétek meg, arra található Afrika, ahonnan a múlt héten jött ide egy nagyon-nagyon nagy szél, és egy nagyon nagy porvihar volt itt, ezt a barátom mesélte, Zoli, aki itt lakik. És most, hogy itt körbeértünk itt a pálmafás helyen, itt a szüleimmel mi is elhatároztuk, hogy fogunk otthonra venni egy pálmát, ugyanis nagyon megtetszett. Találtunk egy ilyen táblát, ami bemutatja azokat az állatokat, amik itt a park körüli vízben élnek, mint például a bálna, a delfinek, mindenféle sirályfajta. Nézzétek meg, itt találtunk egy ilyen nagyon szép fekete gyíkot. Thank you.
Sziasztok, kiértünk a reptérre, indulunk haza. Ez lett a Nerifejik alandunk véget ért. Innen is szeretnék köszönetet mondani Máriának és Józsefnak, hogy beengedtek bennünket a teknősökhöz. Thank you, Josef and Maria, that we were allowed go into the Galapagos Turtles enclosure. It was a great pleasure for us. Ezzel elérkeztünk a videónak a végéhez. Ha tetszett ez a kis külön kiadás Tenerife-ről, akkor iratkozzatok fel és dobjatok egy lájkot. Sziasztok! Lust for life, the circus comes to